Könnyen megközelíthető buszmegállók, egymáshoz hangolt járatok és maximum egy átszállással elérhető legyen minden városi úti cél. Az új helyi autóbuszhálózat tervezése során ezeket a célokat tűzték ki a szakemberek. És akkor Mészői Géza utca a Palota úton keresztül záródik a kör. Nagy Zsolt, a közlekedési iroda vezetője azt is elmondta, az új hálózat alapját több városrészt is összekötő körjáratok, valamint átlós járatok adják. Elképzeléseink szerint kettő körjárat alakulnak ki, egy nagy kör és egy kis körnek nevezett járat, és három átlós járat alakulnak ki a városban, ami a törzsét képezi a rendszernek. A tervezet szerint napszaktól, illetve hétvégétől függően különböző ütemben indulnak a járatok. A nagykör üteme 15-20-30 perc, míg a kisköré 30 perc. A többi járat 20-30-40-60 perces ütemezéssel közlekedne. A törzshálózatot 10 járat alkotja, ami további 12 darab M-jelű járattal egészül ki. Ezek a műszakváltásokat, munka és iskola kezdéseket szolgálnák. A tervek szerint egyébként a jegyrendszer is átalakulna, infrastruktúrális fejlesztések valósulnának meg, melyhez pályázati forrásokat is igénybe vennének. Emellett egy gazdaságosabb működést igyekeznek megteremteni, a szolgáltatás színvonalának megtartása mellett úgy, hogy új területeket is bevonjanak a közösségi közlekedésbe. Ezeket a törekvéseket kedvezően fogadják az utasok is. Ez azért volna nagyon jó, mert van úgy, amikor például át akar az ember szállni, és csak egy-egy percen múlik az, hogy aztán várni kell 20-25 percet. A hálózatot március 10-éig véglegesítenék, ehhez várják a fehérváriak javaslatait is. Egy átszállással minden úti cél elérhető lesz, ennek a gondolatnak a mentén készült el Székesfehérvár új helyi autóbuszhálózat tervezete, a lakosság véleményeit március 5-éig várják. Kérdéseket e-mailen is feltehetnek a városban élők, valamint minden fontos részletet, útvonaltervet megtalálnak a székesfehérvár.hu oldalon. A tervek szerint júliusban már az új hálózat szerint közlekednek majd az autóbuszok.